Idén, ötödik alkalommal ünnepeljük február 22-én a fogyatékossággal élők országos sportnapját, mellyel szeretnénk felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élő sportolók és emberek értékeire, segítséget nyújtva ezzel a társadalmi integráció, inklúzió minél szélesebb körű megvalósításához. A Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium már ötödik éve vesz részt a Parasport napján. A tavalyi paralimpiai szereplésünk ténylegesen kimagasló és mindannyiunk számára egy örök emléket hagyó élmény volt. A 16 érem szerintem mindannyiunk számára bevésődik. Fontosnak tartjuk a fogyatékos sportolók társadalmi integritását. A társadalomba való integrálódásnak, az előítéletek lebontásának elengedhetetlen feltétele, hogy a társadalom megismerje őket. Minden évben sikerül valami új programot meghirdetnünk az oktatási intézményeknek, az önkormányzatoknak, ez idén sem lesz másképpen. Mivel tudjuk a legtöbb információt eljuttatni nem csak a fogyatékosoknak, hanem mindenkinek Magyarországon? És ezt a lélekmozgató programot választottunk, aminek egy közös nevezője van a sport. Azt gondolom, és azt gondoltuk kollégáimmal, elnök úrral, hogy a sport nyelvén fogjuk eljutatni azokat az információkat, azokat a lehetőségeket, amivel szeretnénk, hogy minél jobban megismerje a magyar társadalom egyrészt a fogyatékosok életét, másrészt a sportban rejlő lehetőségeket, amivel még közelebb lehet hozni egymáshoz embertársainkat. Már ebben az évben is túl vagyunk a 300 jelentkezőn, már regisztrációs jelentkezőn. Budapest szinte minden önkormányzata jelentkezett a programhoz. Így a mai nap folyamán is, ami a lényegesnek tartunk, hogy a csörgőlabdát látássérült gyerekekkel lehet kipróbálni. Akár az iskola tanulóinak, akár önöknek is. Nem csak az óvodások és általános iskolások, valamint a középiskolások vehetnek részt a Parasport napjának érzékenyítésében, hanem a felsőoktatási intézmények hallgatói is. A felsőoktatás rendkívül nagy erőt mozgósít abban az irányban, hogy az egészséges élet, az életmód, az életminőség viszonylatába a magyar fiatalok, az éppek megfelelő aktivitást tanúsítsanak. A parasportolók viszonylatában az egyetemi aktivitás a magyar értelmiségi viszonylatába egyre jobban támogatott. A normál meglévő egyetemi sporttevékenységbe, ha nem is kötelezően, de majdnem erkölcsileg kötelezően a parasporttevékenységet kibővítsék, fölvegyék a palettájukra, és egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely mindkét fél számára igen fontos. A munkaerőpiac hihetetlen lehetőséget mindannyiunk számára teremt, hiszen nagy a munkaerőhiány, ezért a pala embereknek a képzése, a duális képzésbe való integrálása és az onnan történő munkalehetőségekbe való bekapcsolódás, a minőségi munkavégzés viszonylatában soha nem volt ekkora lehetőség és ekkora igény és ekkora szükség, hogy az együttműködés a képzési folyamatba bekapcsolódjanak. Ez szerintem nagy öröm, mert ez kikényszeríti annak a lehetőségét, hogy mindannyiunk számára erkölcsi feladat ennek az életformának a támogatására. Az egyik nagykövetünk így kettős minőségben van jelen, hiszen Eckler Luca, a Testnevelési Egyetem hallgatója. Most már pár éve részt veszek a Magyar Parasport napján, és azt gondolom, hogy számomra ez egy nagy megtiszteltetés, hogy most, mint nagykövet lehetek itt. Annyi gyerekkel, fiatallal találkozok, akik nem hallottak még a parasportról, nem ismerik a fogyatékosság fogalmát, viszont emellett az évről évre egyre jobban változik. És számomra ez külön öröm, hogy amikor megyek, akkor már ismernek, tudják a neveket, tudják a sportágakat, és azt gondolom, hogy ezzel a Magyar Parasport napján egyre többet tudunk elérni, hogy egyre több emberhez jussunk el, és a fogyatékos sport ne egy ismeretlen fogalom legyen. Úgy gondolom, hogy elképesztően fontos az, hogy minél többen ismerkedjenek meg, és minél többen elismerjék a parasportolóknak a fantasztikus eredményeit és óriási küzdeni akarásukat, hiszen a sport valóban egy olyan közös nevező, ami
nem, igazából nem is különböztet meg bennünket, hanem ugyanazon a nyelven tudunk beszélni, ugyanazokat a nemes célokat tűzzük ki magunk el, és már amikor látom a parasportolóknak az elképesztő küzdelmét és teljesítményét, teljes mértékben lenyűgöz ez a dolog, hogy amúgy is nehéz a sportvilága a maga módján, még éppként is, nemhogy még fogyatékossággal együtt élők versengjenek egymással úgy, hogy bízom benne, hogy tényleg idővel legalább olyan, ha nem nagyobb figyelem fog a parasportolókra irányulni, mint az épekre. A Magyar Paralimpiai Bizottság a sportolók felkészítésének támogatása mellett nagy hangsúlyt fektet az edzőképzésének, továbbképzésének fejlesztésére, és ebben a feladatában a Magyar Edzők Társasága mindig is az egyik legfontosabb partnerének számított. Mi valljuk azt, és már itt voltak ilyen mérföldkövek, reutalások, mi 2013-ban úgy döntöttünk a Magyar Edzők Társaságában, vezetőséggel, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, a Magyar Edzők Társasága legyen egyfajta szolgáltató tudásközpont a magyar sportban dolgozó edzők számára. Elindíthattunk egy olyan edzőképző programot, amely ma már azt jelenti, hogy 800 edzőnek, közöttük Magyarország legkiemelt edzőinek, a kiemelt edzői programban dolgozó edzőknek, a Gerevics edzők programban dolgozó edzőknek, az utánpótlás programban edzőknek kötelező, állandó, folyamatos továbbképzéssel részt venni. Amennyit tud az edző, annyit tud a tanítvány, nem győzzük ezt hangsúlyozni. Tehát ha sikereket akarunk, akkor mindenképpen támogatnunk és segítenünk kell az edzőket, hogy ők minél nagyobb tudással rendelkezzenek, és helyt tudjanak állni ebbe a versenybe. Olyan kevés dolog van a politikában és a közéletben, ami egyhangúságot hoz. Olyan kevés dolog van, amit balról jobbra, jobbról balra minden közéleti szereplő, minden politikus egyként gondol, és büszkeség, hogy a fogyatékos ügy az ilyen. Magyarországon mintegy 1,5 millió ember él, aki valamilyen módon korlátozottságok között éli az életét. Közülük, bocsánat a kifejezésért, 500,000-an vannak, akik jogi és orvosi értelemben fogyatékosnak számítanak. És közülük vannak mintegy 80 000-en, kicsivel több mint 80 000-en, akik diákkorban vannak, fiatalkorban vannak. A Magyar Parasport Napja az leginkább nekik szól. Most a Magyar Parasport Napján először az egyetemeket is bevonjuk a Magyar Parasport Napjába, óvodától egyetemig. 25 éves a Magyar Paralimpiai Bizottság, köztünk van egy szemtanú, Molnár Zoltán, aki ott volt az alapításkor is. Bízom benne, hogyha majd újabb 5 év múlva itt ülünk megint a Csík Ferenc Általános Iskolában, akkor még több mindenről számolhatunk be önöknek. Kérem, vigyék hírét a Magyar Parasport Napjának, február 22-e egy szép keddi nap lesz, az iskolák ezen a napon a tanításukat, a pedagógiai, oktatói munkájukat szépen ki fogják teljesíteni a magyar fogyatékos sportnak a hírével és a büszkeségével eltelítve.